Nekem a 98-as Európa-bajnokság volt az első, amikor a magyar női kézilabda válogatottnak szurkoltam, és hát nagyon emlékszem, hogy te voltál a Jolly Joker a csapatnak, legalábbis így neveztek. Igen, akkor balszélsőként próbálkoztam, illetve irányítóként játszottam ugye a klubomban, és a válogatottban ugye teljesen mindegy volt, hogy milyen poszton szerepelek, jutok szóhoz, igyekeztem mindenhol a legjobbamat nyújtani, és igen, ahol kellett, ott próbáltam megoldani. Hogy emlékszel vissza erre az Európa-bajnokságra? Azért ez egy új érában Mocsai Lajos vezérletével siker volt. Igen, teljesen első világversenyem volt, nagyon jó szívvel emlékszek rá, nagyon örülök, hogy bekerülhettem a keretbe, és hogy a Lajos számított rám, és igyekeztem a lehető legjobb teljesítménnyel hozzájárulni ehhez a sikerhez, és tényleg valóban minden poszton megoldani a rám bízott feladatot. Mindenképpen egy út eleje, ugye a Lajossal egy teljesen új korszak kezdődött ott a női kézilabdába. Nekem ugye egy évvel azelőtt elszakadt a keresztszalagom, tehát én örültem, hogy ott lehetek ezen a világversenyen, és mint csapatkapitány segíthetem a csapatot, úgyhogy nagyon-nagyon szép emlékeim vannak erről az EB-ről. Mi volt a fő kulcs ahhoz, hogy eljutottatok addig, hogy bronzmeccset játszottatok, és ezt meg is tudtátok nyerni? Ugye Lajosnak a motivációja teljesen más volt, mint amit itthon eddig tapasztaltunk. Nem ilyen poroszos edzőként jelent meg, hanem egy kicsit demokratikusabb, aki úgy enged minket, tehát ránk bízza, hogy mikor, hogy pihenjünk, mit csináljunk, és szerintem hát felnőtt profi játékosok voltunk, tehát nem volt az, hogy most éjszakáztunk volna, vagy bármi, hanem betartottuk azt, mert hát magunk is másnap edzeni akartunk, meg meccset játszani, tehát tök jól kezelt minket, hogy felnőttként kezelt, és ez újszerű volt, és ez nekünk nagyon szimpatikus volt, és szerintem csapatként is jók voltunk együtt. Nézzünk egy picit meg ezt a nemzeti sport címlapot, felmutatod a kamerának. Ja, biztos. Erre a mérkőzésen, hogy emlékszel vissza. Azt hiszem, a Friedrichast kellett fognom emberfogással, ugye ő volt a legjobbja az osztrák válogatottnak, ugye, és az akkori Hippónak. Emberfogással próbálkoztunk megállítani. Több-kevesebb sikerrel, igazándiból nem is az, hogy a lényeg, igyekeztünk tényleg kihúzni egymást a pácból, hogyha nem sikerült, hiszen ő egy olyan játékos volt, aki elpusztíthatatlan. Ha valahol esetleg valamelyikünk elcsúszott, akkor igyekeztünk kijavítani a hibát, és hát azt gondolom, az a 30-24 az egy magabiztos végeredmény, és hogy nagyon örültünk ennek a bronzéremnek. Visszakanyarodok még a bronzmeccsre, hogy hogyan emlékszel vissza arra a meccsre, illetve az utána lévő örömre, az mennyire volt hasonlítható például a 95-öshez vagy a 96-os éremhez? Nagyon nehéz kérdés, mert a 95-ös az a szívemnek a egyik legfontosabb érme. A 96-os olimpiai érem, hát az meg fantasztikus. De ugye akkor ott 97-ben nem nyertünk, ugye egy kicsit szétesett ott a csapat, egy új csapatnak kellett jönni, és örültünk, hogy Lajos az első világversenyen egy viszonylag sima bronzmeccsen tudtunk érmesek lenni, tehát nagy volt az öröm, bulisztunk is, úgyhogy nagyon-nagyon szép karácsonyunk volt. Ha visszaemlékszel a 2003-as évére, akkor mi jut először eszedbe? Az, hogy ezüstérmet nyertetek, vagy azt, hogy nagyon kicsi múlt, hogy ott nem arany lett? Hát ha így kérdezed, akkor az, hogy nagyon kicsi múlt, tehát ez azért a fájó pont a mai napig. Viszont, hogyha összességében kérdezed, hogy mi jut eszembe először, akkor az, hogy egy fantasztikus két hetet töltöttünk Horvátországban, és tényleg minden nap annyira jó volt. Kivétel a legutolsó, amikor elszúrtuk a végét, de még az is most már így ennyi időtávlatából azért most már sokkal szebbnek tűnik. Volt itt egy olyan címlap, ami már mosolyogtatok, most ezt lehet, hogy már valaki lenyúlta, én úgy láttam, mint a Kirchner Erika kezébe lett volna. Mennyi idők telt el a döntő után, hogy tényleg tudtatok mosolyogni és örülni annak az ezüstéremnek? Hát az a nagyon őszinte mosoly, az még most sincs meg szerintem, tehát azért az mindig ott lesz egy picit, hogy az egyik szemünk sír a másik nevet, mert azért ilyen karnyújtásnyira, ilyen közelben egy világbajnoki cím azért nem is lett utána, ugye? Meg ez azért várható volt, hogy nem is biztos, hogy lesz, úgyhogy ilyen szempontból azért nem olyan őszinte ez a mosoly. De szerintem aztán nem annyira őszinte mosoly, mert másnap azért már lehetett rajtunk látni. Nagyon-nagyon jó volt ebben a csapatban lenni.
És ez a világbajnokság, ez úgy sikerült mindannyiunk számára, hogy szerintem mindenki a maximálisat kihozta magából. Hogyha ugye ott a végén osztálycsapatot kell hirdetni, akkor azt gondolom, nem is szabadott volna más játékost betenni, csak magyar játékost. Iszonyat jól sikerült. Tehát annyira, ugye első körben ugye Csáktornyán voltunk, és ott az a pici hely az annyira összekovácsolta a társaságot, akkor a szobánk volt, hogy két ágy volt benne, a táskákat már nem tudtuk betolni, a folyoson hagytuk, mert tényleg nagyon pici volt, de ez azt gondolom, hogy így a társaságnak mindenképpen jót tett, hiszen nagyon egységesek voltunk, nagyon jól éreztük magunkat, és hát igen, itt most jó ránézni, jó mosolyogni, de értelemszerűen a mérkőzést lefújó sípszó után azért természetesen csalódottak voltunk. Azt gondolom, hogy most nincs okunk szomorkodni, ha ott egy picit nem is biztos szerencsénk, ha egy picit ott okosabbak vagyunk, vagy még egy pici szerencsénk van, akkor tényleg másról beszélgethetünk, de nincs bennem szomorúság, tehát nem vagyok csalódott természetesen. Tessék fel egy picit ezt a címlapot is. Igen, hát itt ugye azon, hogy már mosolyogni is tudnak a lányok, ez az éremátadásnál volt, te mikor tudtál mosolyogni? Hát én itt már mosolygok, igen, tehát itt már mosolygunk, ugye szerintem amikor hazaérkeztünk és a fogadás volt. Nem tudom, hogy mikor, lehet, hogy pont a hazaérkezéskor tudtunk már igazándiból, hiszen iszonyat nagy szeretet vett minket körül, rengeteg szurkoló volt már kint is, tehát az valami, az a 6000 vagy 5000 ember, nem is tudom pontosan, az mi nekünk szurkolt, imádtak minket, nagyon szerettek minket. Én azóta is csak mosolyogok ezen, hogy azért egy ilyen, egy ezer részt tudtam menni, és egy világbajnoki döntőt tudtam játszani.